Sziasztok! Nem hozok ma. Csesztit, elvileg felvételt sem akartam csinálni, de úgy döntöttem, hogy a zsebben elfértek. Aztán majd meglátjuk. Most indultam el. 30-ig be kell érnem a nagy körútra. Még van 19 vagy 20 percem kb. Na már bejelentkeztem. Megjött az első rendelés. Budapest bagel. És nem is viszem messzire. És megjöttem. Kedvenc ajtó. Sziasztok! Irány a Belgrád rakpart, 11. Na, itt vagyok. Lent az első cím. Oly, büdös, füves, állj, de rondod, fulladok tőle. Hát, ez a mai nap pedig nem kapkodó, és nem tudom, be fog-e pörögni. Még az egyes éves szaladgálás, azt nem igazán kedvelem. Tegnap is azért az a 17 cím egyesével, az nem volt a leggyorsabb megoldás. De hát ez van. Más nem tudok jelenleg. Nem lehet minden nap tökéletes. Itt be legalább javítok a fékemet. Az első fék nem tetszik nagyon. Pacak ez a gyantásbetét, nagyon gyorsan kopik. Nincs fékereg. Most már van. Működik. Nincs valami jó kedvem, ne csodáljátok. A keddi nap mindig ilyen rossz. Csak két hét alatt elszoktam tőle, hogy ilyen demotiváló az ez az egész. Csak ugye ezzel ellen elég nehéz tenni. Hogy mozog ez a kocka? Nyugis. Ez a gond. Nyugis. Nem baj. Ücsörgök 5 percet tovább megyek, ücsörgök 5 percet tovább megyek. Ez lesz. 10:51 van. Eltelt az 5 perc, még még több is, ezért tovább gurulok. Most az egyetem tér felé. Valami történik a zsebemben. Talán cím. Igen, cím. Na. Végre. Ezért kellett gurulni. Előbb is megjelent egy, csak nem tudtam fölmenni, eltűnt. Megint Budapest bagel. Hamar meg lett a flamó, még nem volt kész akkor, míg odaértem, az más jelzés volt. Viszont nem viszem messzire. Oda át valahova. Megjöttem az öthöz. Figyeljetek addigra. Kiderítem, mit kell nyomkodni. Már csengel! Hiába csengetek van másodjára. Csak sikerült, nem működött a csengő. Úgy látszik, ez rendszeres. Én kapok még egyet, na. Ropogó. Sziasztok! Átvettem, és most megyek a Mária utca 39-be. Tűzölt utca sarkánál. Jó.
hát vissza. Irány a Vas utca 18. A bebírok sorolni még. Autósok valahol ilyen magasságban látják a világot. Én meg itt. Nagy különbség. Na, itt. Itt. A kapukódot kaptam, jaj, de jó. Csodát. Van lift. Szerencsére. Hogy vagytok? Én egész jól tűrhetően. Csak hideg van. Ma nem vettem fel a kamásit, mert olyan büdös volt benne tegnap a lábam, hogy nem. Inkább egy picit fázzon. Jön a Brody és a kínaiak. Vagy a kínai Brody? Valamelyik. Leérek. Valaki beszáll. Szia! Ez is megvan, és Andrássy út 23 következik. Ez is megvan. És most jön a főzelékes. Így, hogy itt az a hatodik címem már, azért vegyek, így már jobb a kedvem. Sokat dob rajta. Itt vagyunk. Átvettem, és Servita térre viszem. Nem értem ezzel mi a baj, már kétszer elindultam. Már rég elindultam, ne szórakozz. Papíron. Mégpedig a Servita tér 5-be. Miután ezt láttattam, elmegyek egészen Juicy and More-ba. Köszi. Megjöttem. Sziasztok. Hello, Vera. Kikkelem találkozom. Kaptam egy bombamarha asztóriát is. Két cím végre! Elindultam az első leadást, ez a Magyar utca 42. Sajnos a bombába is várni kellett, mert ami kész volt, valójában nem volt kész. Na ez már döfi. Itt van Punishmentnek a autója. Hát milyen jól néz már ki ez a jel. És a legdurvább, hogy hibrid? Vagy elektromos, ezt most nem tudom megállapítani. Szerintem ez E. De jól néz ki, basszus kulcs. És passzol a bringámhoz, szürke. Ezt meg kell nézni közelebbről. Pedig maradj itt. Ez jól néz ki, és BMW! Ezt nem is figyeltem meg. Micsoda hűtőrács. Na. De bármennyire is tetszik, muszáj becsöngetni. Jó, és akkor jó, elvileg, meg van a szám.
csak le kell dobni valahova. Na, irány a következő ráda, hogy kilőnj. Milyen klassz kis park, itt a házon belül. Hú, ez nagyon tetszik. Most a pizzakosiból a Fecske utca 3-ba megyek. Ahol ott megy 3. Sajnos az van, amit nem szeretek. Na, elhoztam. Hú, remélem nem kapok többet most ilyet. Ezt átadtam. Na jó, ezt most megosztom veletek. Hát, eljöttem ide a Kasmírba. Ez a következő rendelésem, és ide vissza a Kis József utcába. Szeretem az ilyet. Lenne még 3 ugyanilyen. Na, még ez, itt se jártam, külforgon 8. 8 év alatt még nem voltam, képzeljétek el. Milyen jó kis parkett. Linólem, hogy nem csempe szerint, de csempe. Érdekes. Nem jártam még itt, de furi, nem hittem volna, hogy van olyan hely. Hello. Tényleg jól néz ki. Ilyet. Na, indulunk. Nekem köszönjük. Átadtam, és nézzetek meg, milyen érdekes kert. Olyan vicces, ilyen kicsit ilyen norvég jelleg. Nem? Minden olyan minimál. De van kert. Nagyon komoly. Kicsit ilyen, hát érdekes a geometria. Innen jobban látszik. Nem akarok belézni más lakásába, csak így. Hát, a Flatyezból jövök. Most már késő van, és a Buráros tér 7-be mászok föl. Hát megyek föl. És ennyi. Egyelőre most van 14:48. Hát ez lesz a 14. címem. Ugyan megyünk. És csak hogy örüljek, kaptam még egy mekit innen, és elviszem, hát nem a sarokra az a baj, hanem a Vágóhíd utca, talán 3-ba, majd szép nyugodtan megyek, hogy ne örüljek ki. Azt nem tudom, hogy az a G. Ez a Vágóhíd utca 3 össze-vissza van. A gépületen bejövök, ahhoz be kell mennem a másik épületbe, onnan átmászni ide és ide föl, és teljesen máshol van a bejárat. De amúgy a kilátás nem rossz. Ilyen pici folyosókon vagyok. Ez a lényeg, hogy... De nem, tehát szörnyű a minőség, azt kell mondjam. Ilyen konstrukciót. Na, befejeztem, letelt a műszak, megyek haza, 18 címes sikerült lepakolnom. Szerintem ez egész jó lett. De most már elég volt. Napá, találkozunk legközelebb. Tom vagyok, megjöttem, és itt van a macs. A macs, hát se bajsz. Hát te vagy a cica, a ma esti macskánk? Mi? Mutasd magad. Mutasd magad meg a világnak, hát milyen gyönyörű az a pofa te. Hát ezt látni kell. A szépségedet így van. Úgy. Tessék szépen mosolyogni, jó? Nagyon üdes. Na, hello. Jacika, ó, már lábas nekem. Tudja, hogy azt imádom. Cica, nézd csak ide. Úgy. Darambolom.